Az Ősök Hangja civil szervezet 3 napos tábort szervezett a gyermekek számára. Gyerekek az az első lépés abba, hogy felnőttek egész szemléletet váltsanak. Tehát a mi Ősök Hangja nevű szervezetünk is már mutatja, hogy mi nem pont le akarjuk az ősöket utánozni, csak szeretnénk a hangjukat hallani, amivel talán irányítanak bennünket egy olyan élet felé, ami élhetőbb és ami jobban szolgálja a földanyát, hogy ilyen ősök hangjással mondjam. A mostani akciónk, ez a tábor, ami 3 napig tartott, aktívan előtte 2 hónapos fölkészültéssel a tagok számára azt a célt szolgálja, hogy a gyerekek egy kicsit kapjanak a múltból talajt a talpuk alá, mert csak a múltra tudjuk a jelent építeni, és annyira gyorsan változnak az életkörülmények és az életünknek a kulisszái, díszletei, hogy a gyerekek nem nagyon tudják sokszor föltalálni magukat, nincs mire támaszkodni. Most már ez a tábor a 4. táborunk volt, és azt látjuk, hogy nagyon jót tesz a gyerekeknek, amikor egy kicsit hallanak arról, hogy akik régebben éltek, hogy csinálták, még sokkal közelebb van hozzájuk ez a fölfogás, ezek a gondolatok, és ezt ők még jobban értik talán tőlünk is. Na most itt nagyon örülünk, hogy beszélhettünk a honfoglalásról, arról, hogy vándoroltak az eleink, és hogy az a vándorlás az hogy ment, és hogy mik azok a fontos dolgok az emberi létbe, amik igazán kiérdemlik a fontosság nevet, mert itt tudták, ahogy beszélgettünk róla, hogy vándoroltak, és mi is az, ami fontos, hogy legyen ennivaló és innivaló. És nem volt frizsider, és nem voltak boltok, és akkor is életben maradtak, szépen fejlődtek a gyerekek, és ügyesek voltak, sokkal engedékenyebbek voltak a szülők, ezt most idézőjelben mondanám, mert inkább azt mondták, hogy bíztak a gyerekekbe, és 3 évesen már bizony a kezükbe adták az éles holmikat, és lóra is ültették őket. És meg is mondták nekik, hogy amit adott a természet, vagy azt mondjuk, hogy a földanya, azt el kell használni, a vadászott állatokat elhasználták az utolsó csontjukig, ami megtermett a föld, azt felhasználták, és így tudtak csak vándorolni, mert nem volt se Idea, se Valdi, semmi út közben. Na, és ez volt a célunk, hogy ezt most a gyerekek meglássák, és valahol elraktározzák az agyukba, ami majd lehet, hogy 20 év múlva egy igazán természetvédő fölnőttet fog eredményezni. És nekem ez az volt a legjobb, hogy sok helyen voltunk, az erdőbe, kimentünk a tőtésre, gyalogoltunk, meneteltünk. A fiúk vívtak, meg jászkodtak, mink a lányokkal lementünk a Tiszához vizet merni a hosszú úthoz, doboltunk és énekeltünk. Vándoroltunk, vizet mertünk a hosszú útra, felmásztunk a töltésre, és nekem azt tetszett a legjobban, amikor vizet mertünk, és amikor ijeszkodtunk. Ma vándoroltunk, elindultunk, átmentünk a töltésre, azután a lányok vizet mertek, mi addig őrködtünk, ezután ijeszkodtunk, szarvasra, mentünk tovább, aztán kövön sült kenyeret ettünk, aztán vívtunk, és a lányok addig zoboltak. Nekem azt tetszett az egészben a legjobb, hogy amikor ijászkodtunk.